boldogság titka. Sok-sok évvel ezelőtt élt Indiában egy bölcs, aki azt mondta, nagy titkot őriz egy vaslátikában, ami az élet minden területén sikeressé teszi, és ezért a világ legboldogabb emberének tartja magát. Sok irigy király ajánlott neki hatalmat és pénzt, meg is próbálták ellopni a ládikát, de hiába. Minél jobban próbálkoztak a megszerzésével, annál boldogtalanabbak lettek, mert az irigység nem hagyta őket élni. Így teltek múltak az évek, és a bölcs egyre boldogabb lett. Egy nap egy kisfiú toppant be hozzá, és azt mondta. Uram, én is olyan boldog szeretnék lenni, mint te. Megmutatod nekem, hogy hogyan érhetem el a boldogságot? A bölcs a gyermek tisztaságát és egyszerűségét látva így szólt. Neked megmutatom a boldoggá válás titkát, gyere velem, és nagyon figyelj. Valójában két ládában őrzöm a boldogság titkát, a szívemben és az eszemben. A nagy titok pedig nem más, mint egy lépésekből álló sorozat, amit követned kell egész életedben. Az első lépés az. Tudd, hogy Isten mindig veled van, és ezért szeretned kell őt, és hálát adnod neki mindazért, amit van. A második lépés az. Szeretned kell önmagad, és minden lefekvéskor és felkeléskor ki kell jelentened. Én fontos vagyok, képes vagyok, értékes vagyok, okos vagyok, kedves vagyok. Sokat várok magamtól. Nincs olyan akadály, amit le ne tudnék győzni. Ezt hívják magas önbecsülésnek. A harmadik lépés ez. A gyakorlatban is megvalósítod, amit magadról állítasz. Vagyis, ha azt gondolod, okos vagy, cselekedj okosan. Ha azt gondolod, képes vagy, tedd meg, amit kitűzöl magad elé. Ha azt gondolod, nincs akadály, amit ne tudnál legyőzni, akkor tűzzél ki célokat, és valósítsd meg őket. Ezt hívják motivációnak. A negyedik lépés, ne irigyelj senkit azért, amilyen van, vagy ami ő maga. Ők elérték a céljukat, te érd el a sajátjaidat. Ötödik lépés. Ne őrizz a szívedben haragot senki iránt, mert ez az érzés nem engedi, hogy boldog légy. Hagyd, hogy Isten törvényei tegyenek igazságot, te bocsáss meg és felejts. A hatodik lépés. Ne vedd el azt, ami nem a tiéd. Mert a természet törvényei szerint, ha valakitől elvesznek valamit, akkor holnap elvesznek tőled valami értékesebbet annál, amit te elvettél. Fizesd ki mindig a tartozásaidat, és add vissza, ami nem a tiéd. Kérd bocsánatot, ha hibáztál, vagy megbántottál valakit. Így biztosítod a békédet. Hetedik lépés. Ne bánj rosszul senkivel. A világ minden élőlényének joga van, hogy szeressék és tiszteljék. Nyolcadik lépés. Mindig mosolyogva kelj fel, fedezd fel a szépséget és a jót a téged körülvevő dolgokban. Gondolj bele, milyen szerencsés vagy, amiért annyi mindened van. Segíts a többieknek, anélkül, hogy arra gondolnád, hogy semmit sem kapsz cserébe. Figyeld meg az embereket, és fedezd fel bennük a jó tulajdonságaikat. Add át nekik is a titkot, amit tőlem hallottál, hogy ők is boldogak legyenek. Az vagy, ahogy gondolkodsz. Ha többet akarsz az élettől, gondolkozz máshogy.